karácsonyi készülődés. Egy német kutatás szerint majdnem minden harmadik nő különösen stresszesen éli meg a karácsony előtti időszakot. Új kerékpárút. 3 km hosszúságú kerékpárút épült a Sóstóhegyi út és Korányi Frigyes utca kereszteződésétől a Sóstóhegyi út és Mogyoró utcai kereszteződésig. Lucanapi hagyományok. Tilos fonni, varni, mosni és sütni ezen a napon a néphagyományok szerint. Egy német kutatás szerint majdnem minden harmadik nő különösen stresszesen éli meg a karácsony előtti időszakot. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A megkérdezettek közel 20%-a pedig egyszerűen eltörölni ezt az ünnepet. A stressz azonban módszerességgel csökkenthető. A szakemberek pedig azt javasolják, hogy a felszabadított időt lehetőleg fordítsuk magányos emberekre, akik ebben az időszakban kiemelt veszélynek vannak kitéve a lelki betegségek terén, ami akár fizikai tetlegességig is fajulhat. Rohamosan közeleg a karácsony, már javában tart a készülődés. Azonban ez nem mindenki számára örömteli. Van, akinek meghitt ünnep és felhőtlen boldogság, míg másoknak idegtépő készülődés. Sokan stresszelnek ilyenkor, mert úgy érzik, nem tudnak megfelelni sem önmaguknak, sem a társadalom velük szemben támasztott követelményeinek. Ez a stressz azonban csökkenthető. Először is módszeresnek kell lennünk, föl kell írnunk, vagy meg kell jegyeznünk azt, hogy mi pontosan mi is az, amit szeretnénk beszerezni, elkészíteni időpontokkal együtt. Tehát időben megkezdeni a bevásárlást, a felkészülést. Talán nem szerencsés, ha még az utolsó percben jut eszünkbe, hogy hát még egy extra fogást is akár oda tehetnénk az asztalra, amire egyébként lehet, hogy semmi szükségünk nem lesz már. És itt gyakorlatilag az időbeosztásról és a módszerességről van szó, ami által a stressz azért töredékére csökkenthető a készülődéssel kapcsolatban. A karácsonynak nem tökéletesnek kellene lennie, hanem ideálisnak, hangoztatják a szakemberek. Ez pedig mindenki számára más jelent. Azonban nem csak a készülődés és a tökéletességre való törekvés miatt lehet negatív töltető ez az ünnepkör valakinek. A magány vagy a hiányérzet sokkal nagyobb problémát jelenthet. Elsősorban magányos embereknél szokott kritikus lenni ez az időszak, olyanoknál, akik szerettüket veszítették el, olyanoknál, akik nem régen veszítették el fontos szerettüket, és itt nem csak halálesetre tudok gondolni. És náluk ez egy kritikus időszak lehet. Azért mondom, hogy időszak, mert ugye ez az ünnepkör maga, egy picit a pihenés, a családi légkörben levés, a családi légkör és a szeretetről, a harmóniáról szól, kell, hogy szóljon, és gyakorlatilag a magányos emberek mindig veszélyeztetettebbek ebben az időszakban. Ezért ilyenkor érdemes sokkal jobban odafigyelni az egyedül élő nagyszülőkre, vagy a friss szakításon átesett barátokra. Egy jó szó, egy meghívás, egy rövid találkozó, vagy egy apró ajándék is nagyon sokat tud segíteni rajtuk. Megszavazta a parlament szerdán a munkatörvénykönyvének módosítását, amely tartalmazza egyebek mellett a munkaidő beosztás önkéntes megváltoztatásának és az önként vállalt túlmunkának a lehetőségét. A munkatörvénykönyve jövő január 1-től kimondja, a munkaidő keret tartalma kollektív szerződés rendelkezése szerint legfeljebb 36 hónap. Évi 250 óra rendkívüli munkaidő rendelhető el, viszont rögzítik, hogy ezt meghaladóan a munkavállaló és a munkáltató írásbeli megállapodása alapján naptári évenként elrendelhető legfeljebb 150 óra rendkívüli munkaidő. A törvény ezt hívja önként vállalt túlmunkának, írja az MTI. A szavazást követően spontán tüntetés kezdődött a Kossuth téren, tájékoztatott az atv.hu. Majd a tüntetők a Margit hídhoz vonultak, melynek forgalmát meg is bénították. Ezután a Fidesz székház következett, ahol a rendőr sorfalat is áttörték. Több rendőr meg is sérült, a támadás miatt feljelentést tesznek. Estére visszatértek a Kossuth térre, a rendőrség többször is könnygázt vetett be, miután petárdákkal, sörös üvegekkel dobálták meg őket. Gyüre Csaba lett a Jobbik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének új elnöke. A párt 4 új megyei alelnököt is választott, Adorján Bélát, korábbi elnököt,
Tóth Viktort, a kisvárdai választókerületből, Földi Istvánt, Kocsort polgármesterét, és Kéz Gézát, aki országgyűlési képviselőjelölt volt a 2018-as választáson. Gyüre Csaba korábban már 6 éven át vezette a Jobbik megyei szervezetét, a párt sajtótájékoztatóján a következő időszak feladatairól is beszámolt. A jövő év első felében készülnek az európai parlamenti választásokra, illetve az őszi önkormányzati választásokra is. Sajnos most még a településeken nem sok olyan önkormányzat van, amelyet mi vezetnénk, ahol egyértelműen jobbikos polgármester van, az Jéke és Kocsort, illetve még jó néhány településen vannak olyan polgármestereink, akik függetlenként indultak el, de jobbikos támogatással. Sajnos Tiszavasváribát tudjuk időközi választáson, nagyon picivel lemaradtunk, hát ezt nagyon szeretnénk minimum ezt korrigálni majd 2019-ben, tehát reméljük, hogy jelentősen tudjuk bővíteni a polgármestereink számát, illetve hát ott lenni mindenütt az önkormányzatokban, képviselőtestületi tagként is. Átadták az újonnan épült Sóstóhegyi úti kerékpárutat Nyíregyházán. A beruházás annak a nagyszabású útfejlesztésnek a része, amelynek keretében 7 földútból új aszfaltos vagy térköves út épült a városban. 12 szakaszon teljes útfelújítás valósult meg, valamint 14 utcát érintve járdaszakaszok újultak meg. Ez a 3 kilométeres kerékpárút a Sóstóhegyi út és Korányi Frigyes utca kereszteződésétől a Sóstóhegyi út és Mogyoró utca kereszteződéséig tart. Már birtokba vették a biciklisek az új kerékpárutat Sóstóhegyen. Nyíregyháza egy 2 milliárd forintos hazai forrást kapott területi infrastruktúra fejlesztésre, így földutakat aszfaltoztak, járdák újultak meg és kerékpárutat építettek vagy javítottak a város több pontján. Ennek a nagyszabású projektnek a része volt a csütörtökön átadott bicikliút építés. Óriási az igény a kerékpárutakra. Én nekem meggyőződésem, hogy Nyíregyháza egy kerékpáros várossá nőtte ki magát, és gyakorlatilag most így a Sóstóhegyen élőknek lehetősége van, mert hogy bekötődtünk úgymond a kerékpárhálózatba. Ez, amit most mi átadunk a városvezetés jóvoltából, ez majdnem 1 kilométer hosszú, a Sóstóhegyi úton végig jön a Mogyoró utcáig, ebbe a projektbe most ennyi fért bele. Ezzel a közel 1 kilométer hosszú bicikliúttal Sóstóhegyet is bekapcsolták a jelenleg több mint 60 kilométer hosszúságú kerékpárút hálózatba, amely már kiépült a településen. A márciusban indult útfelújítási projekt részeként a 3 kilométer hosszú pazonyi kerékpárutat is felújították. A jövő évi tervek szerint a nyíregyházi bicikliút hálózat a 70 kilométernyi hosszúságot is meghaladja majd, miután bekapcsolják a Borbányai városrészt is. Még mindig nagyon sok a földút, tehát ebben a projektben 7 földútból aszfaltozott utat építettünk, egyébként még 10-et, tehát ebben az évben 17-tel csökkent a földútak száma Nyíregyházán. Fontos az, hogy közlekedési csomópontokat tudunk építeni, felújítani ezzel a közlekedésbiztonságnak, biztonságot tudunk javítani, és hát a másik kiemelkedő része a járdák építése, felújítása volt. Ez is több helyen zajlott a városban. A 2 milliárdos projektünk 33 helyszínt érintett. A fejlesztések összehangolva valósultak meg, így még inkább a helyiek közlekedését segítik. A márciusban indult nagyszabású projekt a csütörtöki átadóval be is fejeződött. Az áthelyezett munkanapok miatt pénteken és szombaton változik a vonatok közlekedési rendje. December 14-én pénteken nem a pénteki, hanem a normál munkanapi menetrend szerint közlekednek a vonatok. December 15-én szombaton, a hét utolsó munkanapján pedig a pénteki menetrend lesz érvényes. A gyermekek, családosok, tanulók, diák és felnőtt csoportok is élhetnek a szokásos kedvezményekkel, valamint az elektronikusan online jegyautomatából vagy a vonatinfo mobil alkalmazással vásárolt jegyekre is érvényesek a megszokott 5-10%-os kedvezmények. Január 6-áig marad a Jós András Múzeum Munkácsi kiállítása. A tárlat eredetileg december 16-án zárult volna a megyeszékhelyen, azonban az intézmény és a város vezetői Pák Imrével, a Munkácsi képek tulajdonosával közösen úgy döntöttek, a nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbítják a kiállítást. Pák Imre úr itt volt, és polgármester úrral beszélgetve arra az elhatározásra jutott, hogy mivel már 32 000 fölött van
a látogatói létszám. Szeretne kedveskedni Nyíregyháza lakóinak, múzeum látogatóinak egy új festménnyel, és ez pedig a Téli út című Munkácsi kép, amit most erre a rövid időszakra iratott nekünk, ugyanis a kiállítást január 6-áig szeretnénk meghosszabbítani. De ez az indokolja, hogy aki idáig még nem tudta megnézni a Munkácsi kiállítást, vagy esetleg sokalta azt a 1500 forintos belépőt, ezért most december 18-a és január 6-a között egységárosan 500 forintért lehet megtekinteni a kiállítást. Tilos fonni, varni, mosni és sütni, legalábbis a luccanapi hagyományok szerint. Úgy tartották ugyanis, hogy ha az asszony ezen a napon sokat ül, azzal biztosítja a következő évre a sok tojást. Ez csak egy a köztudatban ma is élő luccanapi népszokások és hiedelmek közül. A keresztény hitért mártírhalált halt Szent Lúciára emlékezünk december 13-án. A történet szerint a lány elkísérte beteg édesanyját Szent Ágot a sírjához, hogy gyógyulást kérjen. Imái meghallgatásra leltek, édesanyja meggyógyult, az álmában megjelenő Ágota pedig felajánlotta neki a keresztséget. A lány ettől a naptól Jézus jegyesének vallotta magát, elhagyott vőlegénye viszont ebbe a döntésbe nem tudott belenyugodni. Feljelentette a lányt, akinek ártatlanságát bordélyházban akarták megszégyeníteni a fejedelem parancsa szerint. Ez azonban nem sikerült, ahogy az sem, hogy olajjal és szurokkal öntsék le és égessék el a lányt. Végül rablók vágták el Lúcia torkát, aki csak az imádsága végén halt bele a kínzásba. A lány történetéhez több népszokás is kapcsolódik, melyek közül a luca széke a legismertebb. Régen voltak olyan emberek, akik meg tudták rontani az állatokat, és erről a luca székéről meg lehetett állapítani, aki ráült, hogy ki a faluban az a gonosz ember, aki az állatok betegségét, vagy akár ember betegségét is okozhatja. És röviden hát a luca székét emiatt készítették, lucanakkor kezdték, és ezt az éjféli misén, amikor magukkal vitték, akkor ott megláthatták, hogy ki a boszorkány a faluban, mert azt tartották, hogy a boszorkányoknak szarva van, és ők csak úgy tudnak bemenni a templomba, hogyha a fejüket félre fordítják. A luca székhez 9 féle fát, kökényt, borókát, jávorfát, körtét, somot, jegenyefenyőt, akácot, csert és rózsafát kellett használni. Miután készítője felismerte segítségével a boszorkát, hazaérve el kellett égetnie a széket. De ehhez a naphoz kapcsolódik a lucanapi búzaültetés és a hajadonlányok jóslási rituáléja is. Közel 50 pontos győzelmet aratott a Békés felett a Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1 B piros csoportjának 9. fordulójában elmaradt meccs pótlásán a kékcápák 101-53-ra múlták felül ellenfelüket. Siska János együttese az év utolsó hazai mérkőzésén vasárnap a MEAFC Miskolc csapatát fogadja. Mivel a Blue Sharks több játékosa a vasárnapi bajnoki után hétfőn egyetemi meccset játszott, a megszokottól eltérő összeállításban kezdett a hazai csapat. Az első negyedben 13 pontos előnyt szerzett a házigazda, a második 10 perc már kiegyenlítettebb volt, de 2 pontot hozzá tudtak tenni előnyükhöz a nyíregyháziak. Fordulás után elkezdett nyílni a két csapat közötti olló, a záró negyed előtt már 30 ponttal vezettek a kosarakra szépen elosztó kékcápák. A mérkőzés hajrájában csak az volt a kérdés, hogy meg lesz a 100 pont, végül Mokászki büntetőivel a bűvös határt is átlépte a Nyíregyháza, amely magabiztos sikerrel szerezte meg 7. bajnoki győzelmét. Az elején a mérkőzésnek azt mondtuk el a fiúknak, hogy komolyan vegyék a mérkőzést, az első negyedben megoldottuk ezt, mert 7 pontot kaptunk, a második negyedben egy kicsit leengedtünk, aztán fél évvel elmondtuk a fiúknak, hogy még többet kell ez tenni ahhoz, hogy nyerni tudjunk, de úgy gondolom, hogy végiguraltuk a mérkőzést és megérdemelten nyertünk. A hazaiak irányítója, Bús Iván annak örült, hogy a nagy különbség ellenére is végig koncentráltan játszott a hazai csapat. Szerettünk volna mindenképpen úgy hozzáállni a találkozóhoz, hogy komolyan veszik a Békés csapatát, mert nem képviselnek szerintem annyira gyenge játékerőt, mint ami a tabellán elfoglalt helyezés mutatja. Felpörögtünk, szerintem jól kezdtük el a meccset, és régi nagy hibánk volt sajnos, hogy az ilyen mérkőzésekben képesek voltunk belealudni, és nem úgy hozzáállni, hogy kellett volna, és sokszor szoros végeredmény lett, de most hál' Istennek nem így történt. A vendégek edzője szerint papírforma eredmény született, amihez az is hozzájárult, hogy csapat a gyengében játszott az általa elvártnál.
Hát ezen a mérkőzésen mindenképpen a Nyíregyháza volt az esélyesebb, ennek ellenére úgy jöttünk ide, hogy megpróbálunk egy jó mérkőzést játszani. Valóban a második negyed volt az, amikor partiba voltunk, a másik háromban mélyen a játék tudásunk alatt játszottunk. A kék cápákra még két mérkőzés vár ebben az évben. Vasárnap a MEAFS Miskolc csapatát fogadják Busik, majd jövő hétvégén a listavezető Veszprémhez látogat a Blue Sharks. 114 csapat kezdte el, és ugyanannyi is fejezte be az őszi szezont a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei futballbajnokságokban. Az MLS megyei igazgatóságának munkatársai jelenleg a holt idényben megszokott adminisztratív munkákat végzik, valamint a januári-februári felkészülési tornákat készítik elő. 116 csapat adta le a nevezését a 2018-2019-es bajnokságra, azonban két együttes a rajt előtt visszalépett, viszont a többiek befejezték az őszi szezont. Ezzel a létszámmal a megye Budapest és Pest megye után Borsod és Győr-Sopron megye társaságában a harmadik legnagyobbnak számít az országban, több mint 11 ezer igazolt labdarúgóval. Az U14-es és U16-os korosztályban összesen 71 csapat indult, az U19-eseknél azonban már voltak problémák a kiállásokkal. Mint Vaka Árpád megyei igazgató elmondta, az első osztályban többnyire szoros, színvonalas meccseket játszottak a csapatok. Én mindig azt szoktam mondani, hogy akkor jó és kiegyensúlyozott egy pontvadászat, hogyha nagyon nagy pontkülönbségek és gólkülönbségű eredmények nem születnek. Ha megnézzük az elmúlt éveket, akkor azt hiszem, hogy most erre az évre azért ezt nyugodtan ki lehet jelenteni, hiszen természetesen főleg a megyei másodosztályban azért van egy-két olyan csapat, aki azért elég szépen kapja a gólokat, és adott esetben azért sok gólos vereségeket szenved, viszont nem jellemző. Megyei első osztály az nagyon sűrű, mind az eleje, mind a közepre, mind a hátsó régió. A megyei másodosztályban is azt mondom, hogy van egy pár kiemelkedő csapat, aztán van egy sűrű középmezőny, míg a hátsó régióban is azért vannak szoros helyzetek, illetve szoros helyezések. Összességében színvonal emelkedés viszont egy másik kérdés. Azt azért látni kell, hogy az elmúlt években nagyon sok tehetséges játékos hagyta el a megyét, viszont úgy gondolom, hogy a megyei első osztályú bajnokságon mindig a megye válogatottak versenyzését, ha nézzük, vagy ugye most, aki felkerült a megyei bajnokunk, a Sényő az NB3-ba, és milyen jó a helyt áll, mint a bajnokságon, mint a Magyar Kupában. Azt kell mondani, a megye 1-es bajnokság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azért erős. Az igazgatóságon a holt szezonban is dolgoznak, a téli tornákat és a következő idén készítik elő a munkatársak. Különböző ugye beszámolókat, kimutatásokat készítünk ilyenkor, értékeljük az őszi szezont több szempontból is, illetve hát nem ülünk azért a babérjainkon, hiszen január 15-én indul az átigazolási időszak, előkészítjük az akkora várható nagy rohamot, illetve tájékoztatjuk a csapatokat, és hát szervezünk azért téli tornákat mi is becsülettel. Ráadásul arról nem is beszélve, hogy a futszál mind felnőtt bajnokságok, mind pedig a korosztályos futszál 17-20-as bajnokságok azért most is ezekben a napokban is zajlanak, oda is kell azért játék vezetőket küldeni, szóval dolgozunk azért, bár nincs olyan nagy roham, de nem unatkozunk. Januárban és februárban nagypályás műfüves torna, kispályás torna, futszal, valamint női foci torna is szolgálja majd a csapatok felkészülését. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Egy német kutatás szerint majdnem minden harmadik nő különösen stresszesen éli meg a karácsony előtti időszakot, közel 20%-uk pedig egyszerűen eltörölni ezt az ünnepet. A szakemberek azt javasolják, hogy lehetőleg fordítsunk időt a magányos emberekre, akik ebben az időszakban kiemelt veszélynek vannak kitéve a lelki betegségek terén, ami akár fizikai tetlegességig is fajulhat. 3 kilométer hosszúságú kerékpárút épült a Sóstóhegyi út és Korányi Frigyes utca kereszteződésétől a Sóstóhegyi út és Mogyoró utcai kereszteződésig. A beruházás annak a nagyszabású útfejlesztésnek a része, amelynek keretében 7 földútból új aszfaltos vagy térköves út épült a városban, 12 szakaszon teljes útfelújítás valósult meg, valamint 14 utcát érintve járdaszakaszok újultak meg. Tilos ma fonni, varni, mosni és sütni, legalábbis a luccanapi néphagyományok szerint. Úgy tartották ugyanis, hogy ha az asszony ezen a napon sokat ül, azzal biztosítja a következő évre a sok tojást. Ez azonban csak egy a köztudatban ma is élő luccanapi népszokások és hiedelmek közül. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták december 13-án csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!
Holnap a maihoz hasonló hideg, de időnként napos időre van kilátás. Péntek estig döntően magas nyomású zóna alakítja térségünk időjárását. Az éjjeli órákban is változóan felhős idő várható. Hószálingózás, szitálás, ónos szitálás elvétve előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában mínusz 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős lesz az ég, csapadék nem valószínű, az északkeleti szél helyenként megélénkül, délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Szombaton a jobbára borult égből több felé számítani lehet havazásra, vasárnap a csapadék zóna kelet felé helyeződik, nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet. A jövő héten erősen felhős, párás idő a jellemző, egyre több helyen tartósabb kötfoltokkal. Jelentős csapadék nem valószínű, de helyenként előfordulhat hószálingózás, kisebb havazás. A csípős éjszakákat az ilyenkor megszokottnál hidegebb nappalok követik.